úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Ma Florence Nightingale brit ápolónő születésnapján világszerte megemlékezünk a hivatás képviselőiről. Nightingale a krimi háború idején tapasztalta meg a tábori kórházaknak a borzalmait. Túlterhelt személyzettel, szűkös gyógyszerellátással, minősíthetetlen állapotokkal találkozott. Figyelemfelhívó tevékenysége nyomán a brit kormány hathatós lépéseket tett, és rövid idő alatt 42-ről 2%-ra csökkent le a halálozási arány. Ma Magyarországon szerencsére nincs háború. Az egészségügyi intézményeket elnézve azonban biztos, hogy azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség. Az, hogy az egészségügy még nem omlott össze, csupán rogyadozik, a benne dolgozók elszántságának köszönhető. Nem mondhatjuk, hogy ne lettek volna Nightingale-ek Magyarországon. A szakmák képviselő évek, sőt évtizedek óta figyelmeztettek, ez így biztosan nem mehet tovább, nem működhet örökké, az eddig is volt, valahogy ezután is lesz. A kormány nem hallgathat, nem figyel rájuk. Az elmúlt évek kormányzása lenullázta az egészségügyet. 2010 és 2013 között reál értéken 189 milliárd forintnyi kivonás történt az egészségügyből, pedig már 2010-ben is az arányos uniós átlag alatt költöttünk az egészségügyre. Így odáig jutottunk, hogy kórházainkban ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeni, amelyekkel Nightingale-ek kellett. Túlterheltség, folyamatos eszköz és gyógyszerhiány, lepusztult létesítmények, időutazás a múltba. Jelenleg a szakmai szervezetek szerint 26 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Ez egy elképesztő túlterheltség. Aki ma Magyarországon kórházba kerül, jó eséllyel nem kapja meg a szükséges figyelmet. A megfelelő ellátás az ápolók legjobb szándéka és áldozatvállalása ellenére sem biztosítható, mert alapvető feltételek hiányoznak. Az elhivatottság sem tud pótolni eszközöket, gyógyszereket, vagy épp egy betegre szánt szükséges időt. Ez, ami történik, felelőtlen játék ember életekkel. Az a baj, hogy ezt például az elitbe tartozó vezető politikusok nem tudhatják. Ők ugyanis soron kívüli ellátásban részesülnek. Velük nem kell közölni az ápolóknak, hogy nincs több kötszer, azt sem hallották még soha, hogy hétvégére elfogyott a fájdalomcsillapító. Ebben a burokban élve könnyen azt hihetik, hogy az egészségügy működik, hogy nagy gondok nincsenek. Hát ne higgyék, mert semmi sincs rendben. Azonnali, mélyreható lépéseket követel ma már mindenki, nem csak a szakma. Mindenki, aki tudja, hogy nem lesz pénze és kapcsolatrendszere az elitnek járó különleges bánásmódra. Már nem lehet az egészségügyi dolgozók szemét kiszúrni néhány ezer forinttal. A néhány éve adott 27%-os átlagbéremelésből megtanulták. Az ápolóknak ebből alig jut. Az átlagot ugyanis mások bére húzza felfelé. Arról nem is beszélve, hogy a korábbi béremelések is elvesztették értéküket, mert nem az alapbérek növekedtek. Ezek után mindenki számára világos, hogy a múlt héten bejelentett béremelés édes kevés. Ezzel a pénzzel már évek óta tartoznak nekik, és ez az összeg sajnos nem lesz elég arra, hogy a helyzetük javuljon, hogy előrébb jussanak. A magyar ápolók fizetése nemzetközi összehasonlításban is nagyon alacsony. Szinte minden uniós ország előttünk van, és Kelet-Európától is leszakadóban vagyunk. Megvárjuk, amíg mindenki nyugatra költözik? Azt sem hagyhatjuk, hogy a teljesített túlórák miatt a hónap végén kényszerszabadságokkal fizessenek a kórházak. Vagy hogy a túlórákat hivatalosan ne jelentsék le. Ezek azok a fárasztó túlórák, amelyek még működésben tartják a rendszert. A becsületes munkáért tisztességes fizetés jár. Az egészségügyi dolgozók mai összefogása példaértékű. Különböző szakmák szervezetei együtt demonstrálnak, hiszen a célok is közösek. A jó működő egészségügy mindannyiunk érdeke. Szégyelje magát a kormány, az a kormány, amelyik előbb ad üresen álló focistadionokra, gazdagoknak adókedvezményre 10 és 100 milliárdokat, mint az emberek gyógyítására. Végül szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni az ápolóknak, hogy ilyen körülmények között is ellátják a betegeket. Erőt és kitartást kívánok minden demonstrálónak. Szeretném, ha tudnák, az ország velük van. Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr kíván válaszolni, jönni a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház.
hiszem, az ápolók napján is, és az év többi napján is mindenki, aki ismeri a kórházi viszonyokat, és látja azt, hogy egy ápolónak milyen emberfeletti az a tevékenység, amit végeznie kell, azért, mert beteg emberekkel foglalkozik, azért, mert nem csak orvosi szempontból kell ügyelnie a dolgok rendben létére, hanem lelkileg is, emberileg is sokszor támogatni kell az ottani betegeket. Éppen ezért nagyon helyes, hogy minél többször gondoljunk rájuk, minél többször ismerjük el az ő munkájukat. Ez az elismerés egyrészről jelenthet nyilván szimbolikus elismeréseket, akár a mai napon, akár Kossuth Zsuzsa születésének évfordulóján, akár bármilyen más napon, amikor az egészségügyi dolgozókat helyezzük a figyelmünk középpontjába. De hogyha kormányzati felelősségről, költségvetés elfogadásáról beszélünk, akkor természetesen ennek a tiszteletnek, ennek a megbecsülésnek anyagi úton is meg kell nyilvánulnia. Éppen ezért volt fontos ennek a kormányzatnak is, hogy abból a leszakadásból, ami 2006 és 2010 között keletkezett főleg az egészségügyi bérekben, hiszen még 2006-ig úgy, ahogy követte az egészségügyi béreknek az alakulása a nemzetgazdasági átlag bérváltozásokat, de 2006-ban és főleg 2008 környékén, amikor a 13. havi juttatást is elveszítették az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak, akkor véglegesen és nagyon nagy mértékben érezhetően leszakadt az egészségügyi bér a többi bér növekedési ütemétől. Ezért kellett ehhez a kérdéshez nagyon hamar hozzányúlni 2010-ben és segítséget nyújtani. Az egyik legfontosabb az alapellátásban dolgozók bérének a segítése volt, hiszen nekik már 2 évben 10 milliárd forintos plusz támogatással igyekeztünk a helyzetüket javítani, de ugyanolyan fontos volt a képviselő által említett ápolók esetében is a bérfejlesztésbe belekezdeni, és ugyanígy nyilvánvalóan az orvosok esetében is, hiszen mindenki számára a rendszerváltás óta egyértelmű, hogy az a bér, amit az orvosok kapnak a kórházaktól, az egészségügyi rendszertől, az messze nem arányos azzal a munkával, amit végeznek. Ez egy, nem egy 1 éves, nem egy 5 éves, nem egy 10 éves, hanem 25 vagy lehet igazából, hogy 35 éves probléma Magyarországon, amelyet elkezdett ez a kormányzat orvosolni. Ennek nagyon fontos része az egyeztetésnek a fönntartása. Ön is jól tudja, a képviselő a hírekben is olvashatta, hogy az elmúlt hetekben is jártak a különböző szervezeteknek a képviselői az államtitkárságon, Zombor államtitkár úrnál. A legutóbbi egyeztetésen is az egyik fő téma a túlmunka, a túlóráknak a kérdése volt, ahol megállapították, hogy általánosságban ugyan vannak nyilván egyes intézményekben problémák, de általánosságban kifizetik ezeket a túlórákat, csak különböző elszámolási rendszerben teszik ezt. Éppen ezért arra jutottak az egészségügyi szervezeteknek a képviselői és az államtitkárság képviselőire, hogy arra kell kidolgozni egy módszert, hogy hogyan lehet 3 hónapos elszámolási időszakokban elszámolni a túlórákat, és azokat 30 napon belül utána ki is fizetni a dolgozóknak. Ez egy fontos és biztonságot teremtő előrelépés lehet az egészségügyben dolgozók számára. Ön is utalást tett arra, és azt hiszem, hogy ez is fontos, hogy elmondjuk, az egészségügyben dolgozók számára 2012-13-ban indult el egy bérfejlesztés, amely átlag 24%-os béremelést jelentett 95 ezer dolgozónak. Ez kb. 76 milliárd forintos plusz forrást igényelt, amit a kormányzat biztosított is a számukra, és a jövő évi költségvetés tervezése során is arra törekedtünk, hogy az ápolók esetében tovább folyjon ez a béremelés. 43 ezer ápolónak, akik kórházban dolgoznak, akár éjszakai műszakban is, nekik az alapbérükbe épülne be a mozgóbérrész, ezzel biztosítva garanciát arra, hogy magasabb fizetést vigyenek haza. Ez mintegy 15 milliárd forintos plusz forrást jelent majd az egészségügyben dolgozók számára, és ezen kívül az ápolókon kívül, ez a 43 ezer ápolón kívül még 17 ezer orvos is részesülhet ebből a támogatásból. Ugyanígy fontos a rezidenseknek, a fiatal szakorvosoknak az itthontartása, az ő fokozottabb anyagi megbecsülésük. A kormány az elmúlt időszakban és a következő évben is törekedni fog itt plusz forrásoknak az igénybevételére. Köszönöm szépen!